Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai témánk az árplafon bevezetése, illetve azoknak a tapasztalatoknak a megosztása önökkel, amely mindez idáig napvilágra kerülhetett, illetve az, hogy a mezőgazdasági termelői árak jelentősen nőttek decembertől, vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért és állattenyésztésért felelős alelnöket. Tiszteltem minden kedves nézőnek. No, február 1-től kezdődött az a vizsgálat, amit a KSH csinál most is, május 1-ig, hogy az ország minden részében vizsgálják az élelmiszer stop betartását, illetve hogy a fogyasztóvédelem miként reagál erre, és a helyszíni ellenőrzéseknek van eredmények. Értelemszerűen ugye azt tudnunk kell, hogy a február 1-től a kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó étalaj, sertéscomb, csirkemell, csirkefarhát és a 2,8%-os UHT-tej árát fagyasztotta be a kormány. Nos, hát milyen tapasztalataink vannak mindez idáig? Ez a termelőkre milyen hatással bírt? Az áttételes hatások az nyilvánvaló az elkövetkező időbe fognak érződni, és teljesen kialakulni, hogy a termelőkre milyen hatással van, és a termékpálya szereplőire. De egy viszont biztos, minden kormányzatnak az a célja, hogy a különféle inflációs hatásokat mérsékelje. Ez egy olyan gazdaságpolitikai eszköz a kormányzat részéről, amely ezt meg tudja tenni. Tehát amikor hallgatom azt, hogy a szabad piac. A szabad piacba nem szabad belenyúlni, és akár a kormányzat, akár más belenyúl ebbe a szabad piacba, ahol úgymond a láthatatlan kéz rendezi ugye a dolgokat, és regulálja az árakat, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ez a közgazdasági misztikum hol szerepel így? Hol van a világban olyan, hogy valóban a szabad piac korlátlanul működik? Sehol. Sehol. Hát vannak közgazdasági előnyök, akár távolságok, akár piaci lehetőségek kapcsán, a nyersanyagkészletekről már ne is beszéljünk. Nyilvánvaló, hogy vannak előnyök, hátrányok, és ezeknek a kihasználása bizonyos szabadpiaci környezetbe, ez fontos, de a szabadpiacot mindenütt valamilyen módon azért szabályozzák. Tehát azt szeretném rögzíteni, hogy ez nem törvénytelen lépés a kormányzat részéről, másrészt pedig azt, hogy nálunk, ma Magyarországon az összes inflatórikus hatás az importált infláció. Na most ezt nem azt értem, hogy a import termékeknek az ára növekedéséből származó infláció, hanem importált, hiszen mi nem rendelkezünk azokkal a termékekkel, terményekkel nagyrészt, amiknek az ára az elmúlt időszakban hihetetlen magasságokba emelkedett a nemzetközi piacon. Lásd, gáztól kezdve különféle takarmányai ágig Kína szívóhatása, de majd erre visszatérünk. Gyakorlatilag nem a hazai gazdaságnak az állapotát tükrözi az inflatórikus hatás, hanem azokat a begyűrűző hatásokat, amivel mi is a világpiacon szereplünk, és onnan különféle termékeket vásárlunk, hiszen egyértelmű, hogy a gázárának bármilyen nagyságú emelése, hát máshogy 10-szeres volt, nálunk azért töredéke volt ennek, hát az begyűrűző hatással bír. Tehát nyilvánvaló, hogy a kormányzati törekvés az egy infláció csökkentő hatás, egy szociálpolitikai lépés az árplafon ilyen értelemben. Ennek a legnagyobb kedvezményezettje maga a vevő. Bizonyos hatással lesz gyakorlatilag a termékpálya szereplőire, aminek a hatásai még várhatók, hiszen ilyen nem volt nyilvánvaló részünk az elmúlt évtizedekben, tehát nincs rá adekvált válaszunk, hogy milyen hatást gyakorol. Persze most lehet azt mondani, hogy a sertés ára hol van, de nem ezért van a sertés ára itt. Tehát ha egy gondolatot ebbe szabad megfogalmaznom,
A sertés vonatkozásában mi a német árhoz vagyunk általában közel, és ahhoz kötötten kereskedik a magyar sertés ágazat. Na de hát lássuk be, hogy abban a pillanatban, hogy Németországban megjelent az ASP, lezáródtak neki a külföldi export lehetőségei a távol-keletre, abban a pillanatban ezt az árut el kell helyezni. Hasonló módon van Spanyolország, teli van áruval, és ezért jönnek be iszonyatos mennyiségbe olcsón ezek a termékek. Nem tudja elhelyezni másút. Most arról már ne is beszéljünk, hogy időként azért vannak benne, hát nem egészen olyan húsok is, amelyik akár injektáltak, akár pedig vissza a fagyasztásból visszaengedettek, és friss húsként van árulva, de a Nébik ezeket az ellenőrzéseket nagyon szigorúan elkezdte. Tehát ez nem a piacvédelem, EU-s módon, hogy nem szabad korlátozni az áruk szabad mozgását, hanem a nem korrekt áruknak a mozgását kell megakadályozni, hiszen ez a fogyasztóra akár káros is tud lenni, hiszen újból lefagyasztja, annak a beltartalmi értéke változik, stb. És a most takarmány áremelkedés, amivel ellentétesen mozgott a sertés vonatkozásába az átvételi ár, tehát bődületes energiaáremelkedések voltak, emellett pedig értelemszerűen csökkent a sertés átvételi ára, ennek nagyon egyszerű oka van, Kína feltöltötte az állományát. Hova tovább, most már minden második sertés Kínában van. Tehát takarmány szükséglete van, méghozzá nagyon erőteljes takarmány szükséglete, és ettől is növekednek, nyilvánvalóan asszály és más világpolitikai időjárási helyzetek miatt is emelkedik a takarmány ára. És ez a kettőszorításba nem lehet azt mondani, hogy az árplafon az, ami ezt okozta, de az árplafon egy bizonyos része. És ha most a fogyasztói kosarat nézzük, akkor azt is látni kell, hogy ma Magyarországon egy nyugdíjas, a jövedelt, átlag jövedelmekről beszélek, 29%-át költi élelmiszerre, ebben minden benne van. Nyersanyagtól kezdve feldolgozott élelmiszeri. A átlagfogyasztó, tehát azok a polgárok, akik aktívak, még ilyen értelemben, azok 26%-át. Tehát ebbe való szerepe a 29 és 26%-a ezeknek a szerkesztő úr által is említett tételeknek azért pár százaléknyi vagy százalék alatti, hát mindenki attól függ, hogy hogyan reagált, mennyit fogyaszt ezekből a termékekből, nyilvánvaló alapvető élelmiszerekről van szó, és az elkövetkező időben ez azt jelenti, hogy bizony, a mérséklő hatás azért érzékelhető a inflatórikus vonatkozásba, a ágazati szereplőkre kifejtett hatása pedig a későbbiekben lesz jobban látható. Viszont van egy másik nagyon fontos index, amivel ugye nemzetközileg tudjuk mérni, ha már importált inflációról beszélünk, a árnövekedéseket. Ez az úgynevezett CRB index, vagy CRB index, amit 1986-ban még a New Yorki tőzsdére is bevezettek, mint határidős lehetőséget. Ennek az összetétele a következő. 41% mezőgazdasági élelmiszeripari termékek, 39% energiapiaci termékek, 7% nemesfémek, és 13% ipari fémek. Ez egy nagyon-nagyon fontos index a gazdaságnak, ezt úgy is hívják, hogy a gazdaság EKG indexe, mert megmutatja azt a ritmust, ami látható. Három fordulópont van. Tavaly előtti évben olyan mélyen volt, mint 2001-ben. Tehát 20 évvel ezelőtt volt olyan mély ez az indexnek a mutatószáma. És most olyan
208, 300 és 400 közötti értéken mozog, olyan 370 körüli érték van most rajta. Viszont ez a 2008 és 9 között ez azért majdnem ütötte az 500-at, 480 körül volt. Tehát ha most a volatilitást nézzük, akkor nagy mélységek vannak, és nagy magasságok. És a jelenlegi árszintek, a emelkedő gázárak, műtrágyaárak, inputanyagok ellenére sem üti meg azt, ami a válság után, vagy a válságba való években volt, ugye 2008-2009 vonatkozásában. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy egy kicsit vizsgáljuk meg, ha röviden is, hogy milyen hatással bír a piacra ilyen értelemben a mostani orosz-ukrán háború. Az orosz-ukrán háború, ez egy szörnyűséges dolog. Tehát én már itt ebbe a székbe voltam, amikor elmondtam, hogy a mi nemzedékünk, hála jó Istennek, nem élt meg háborút, tehát tevőleges háborút. Megélte viszont azokat a lelki maradandó nyomokat, amiben nagyapáink, apáink, kinek hogy korától függően, ugye a első és második világháborúba vagy meghaltak, vagy ott maradtak, és a hozzátartozók életük végéig hordozták ennek a nyomát. Tehát én magam azzal értek egyet, hogy a legjobban el kell kerülni minden háborús konfliktust és lehetőséget. Viszont fel kell készülnünk a gazdasági hatására. A gazdasági hatása alapján értelemszerűen itt a különféle korlátozó intézkedéseket is figyelembe véve ár emelkedésekre lehet számítani, hiszen pont egy szabadkereskedelmi hálózat egy része, akár az embargó okán, akár a háborús helyzet okán, időlegesen, rövidebb, hosszabb időre, ugye reméljük, hogy a béketárgyalások mielőbb eredményesek lesznek, mégiscsak kiválik a világgazdaságból, a világkereskedelemből. Nyilván most vannak olyan hírek, hogy Oroszország Kínával köt gazdasági megállapodást a tekintetben, hogy az embargót kikerülve a különféle takarmányait, étkezési búzáit ott tudja értékesíteni, de ennek a világpiaci hatásait sem látjuk még, hogy mennyire mérséklődik esetleg Kínának az éhsége. Azért lássuk be, én mindig egy kicsit réfásan azt szoktam mondani, hogyha több hétvégén Kína nagyobbat ebédel, mármint annak okán, mert javulnak az életfeltételek és a létszínvonal, az Európa megérzi. Hát ma már egy csomó állattenyésztési terméknek a sorát Kínába állítják elő, és több mint 50% vonatkozásába. Tehát akár állati vírus vonatkozásába, akár Kína exportja tekintetében, tehát a világkereskedelmi szereplése vonatkozásába, Európa, aki a mezőgazdasága vonatkozásában nem az önellátásra, hanem az exportra törekszik, nagyon-nagyon szenzibilis és érzékeny ezekre a változásokra. Tehát a háború ebbe a pillanatban meglátás szerint további árnövekedéseket kell, hogy eredményezzen, és az, hogy a termékpálya szereplői és az adott kormányzat ezt hogy védik ki, ez egy más kérdés, hiszen bizonyos termékek hiányai lesznek. Ezt most nagyon hasonlítanám egyébként a pandémiához. A pandémia egyetlen dologra volt úgymond jó, illetve a tanulsága volt jó, nem a pandémia maga, hanem az, hogy a mezőgazdasági termékek vonatkozásába a nemzeti szuverenitást, a nemzeti önállóságot egyértelművé tette. Addig sokszor sokat beszéltünk arról, hogy stratégiai termék, akár a élelmiszer, akár a hús, gyümölcs, hagyd ne soroljam. A pandémia rámutatott arra, hogy ez még hatványozottabban igaz.
És az a globalitás, hogy nem tudunk a teljes dobozra kupakot tenni, mert azt máshogy gyártják, csak mondok egy példát, vagy most lehet, hogy a példa maga rossz, de nyilvánvaló itt a Európai Unióban is különféle helyeken, különféle alkatrészeket gyártanak, most a csipekről és egyébről ne is beszéljek, még mindig akadályozza a mezőgazdasági gépgyártást. Tehát ez a globalitás pillanatok alatt össze tud omlani egy biológiai probléma alapján, és hát méltán össze tud omlani egy regionális háború alapján. Tehát továbbra is gazdaságpolitikának legfőbb célja, hogy kell legyen, és egyelőre az is, hogy a nemzeti önrendelkezést meg kell őrizni. És ez annál is fontosabb, és ezért kaptak, ha nem is teljes körű pénzügyi segítséget a sertésesek, de mentővet abba, hogy megmaradjon a kocállomány, hogy ne csökkenjen 100 000 alá, mert akkor a nemzeti önállóságunk veszélybe kerülhet. És erre az egész mezőgazdaság vonatkozásába bízva számíthat minden gazdálkodó, akár a kamara ebéli teljesítményére, akár pedig a kormányzati segítségbe. Köszönöm szépen, és most rövid időnk maradt, de azt hiszem, hogy majd a következő beszélgetésben folytatjuk, de azért kezdjük el, hiszen tavaly decemberben 31%-kal magasabbak voltak a mezőgazdasági felvásárlási árak, mint egy évvel ezelőtt. Ez általában mit jelent? Hiszen nyilván az volt a szándékunk, hogy végigmegyünk, csak arra most már nem maradt idő, de nyilvánvaló ez a 31%, ez sok vagy kevés? Egy átlagember számára, aki nem ismeri a számokat, mármint abban az értelemben, amire utal itt az áremelkedés, azt mondja, hogy ez rengeteg. Igen, de azért lássuk be, hogy a fogyasztó, én pontosan átéltem az elmúlt 10-12 évet, amikor nagyjából, legyünk tárgyalagosak, ugyanennyi maradt a sertés hús ára. 1000 forint körül, comb, kara és a többi 1200. Tehát itt mozgott. Folyamatosan hallottam, hogy bődületesen emelkednek a sertés húsárak, és különféle cikkek is jelentek meg ebbe, hogy kibírhatatlan. Nem változtak lényegesen. És akkor, ha csak arányt nézünk, hogy mi a sok, meg mi a kevés, mennyivel emelkedtek ezen időszak alatt a fizetések arányai. Ha meg akarom nézni, hogy mennyit fordított 2010 körül egy átlag magyar állampolgár százalékba a fogyasztói kosára, az azért több volt, mint most. Nem. Tehát ilyen értelemben az árak emelkedése az mindig szubjektív, nagyon szubjektív, mert a tények más mutatnak. Na és akkor ezen belül természetesen óriási különbségek vannak. Hiszen a sertésáros stagnál nagyon fáj a sertéstartóknak és a sertéságazatnak, nyilvánvaló, hogy hosszú távon nem is maradhat ezen az áron, és természetesen abban a pillanatban úgymond a fogyasztó, amikor elkezd a sertés húsára emelkedni, hát nagyon kitetnek fogja érezni magát. De hát lássuk be, hogy ez alatt a 12 év alatt mennyit emelkedtek az energiaárak, mennyit emelkedtek különféle gyógyszerek árai és vitaminok és kiegészítő anyagok árai, és hát a tavalyi évben iszonyatos mértékben a növénytermesztés és a növénytermesztéshez szükséges műtrágya és egyéb árak. Tehát valahol a legelején mondott importált inflációtól ideig, óráig meg lehet védeni a gazdaság szereplőit, de hosszú távon valamilyen módon be kell, hogy épüljön az árakba, hiszen a növénytermesztő is ezeket a rendkívül magas műtrágya és energia árakat, amivel hát a üzemanyagtól kezdve mindent fogyaszt, bizony beépíti az áraiba, és hát nem hinném, hogy az egy cél lehetne, hogy most figyelembe véve ezt a nemzetközi hatást, megszűnjön Magyarországon a egyik legfőbb élelmiszer hústermék, ugye a sertés, tartás és tenyésztés, és tegyük ki magunkat harmadik országbeli
esetlegesen kétes minőségű nyomon követhetőségébe is bizony kérdőjeles termékeknek. Én azt gondolom, hogy erről fogunk beszélgetni a következő alkalommal, hiszen itt nagyon fontos, hiszen az élő állatok, illetve az állati termékek felvásárlási árairól, a gyümölcsről, a növényi termékek, búza, burgonya, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos lesz. Most akkor megköszönöm önnek, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. És találkozunk legközelebb, és akkor erről kell, hogy szó essék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!